Az előző előadásunkban kinyitottunk nagyon-nagyon sok 84x10-et és 85x10-et. És ahogy a videó címéből is láthatjátok, jött egy-két jó dolog. Úgyhogy ebben a mai videóban ezt hoztam el nektek. Ha esetleg tetszenek ezek a tartalmak és élőben szeretnéd követni, megtalálod a Twitchnek a linkjét a leírásban. De ne felejts el azért erre a videóra egy lájkot dobni, és ha még nem lennél feliratkozva a csatornára, akkor iratkozz fel. Egy olyan kérdésem lenne még felétek, amit kommentbe várom, hogy megválaszoljatok, hogy ugyebár a Twitch streameknek a vodjait felszoktam tölteni YouTube-ra, hogy melyik jobb nektek? Hogyha feltöltöm az egész vodot, vagy hogyha egy megvágott tartalomként teszem fel. De nézzük is a videót. Dembelék jöttek, több, meg Zsárzinyó igazából. Meg a Sam Kerr is valahol itt van. Ja, meg megcsináltam, befejeztem a Alvarezt. Mert túl sok duplikétem jött folyamatosan. Elkezdeni még nem kezdtem el senkit, de az Alvarezt befejeztem. Ja, meg itt van a Kerr. A pici Kerr is itt van. Eddig nagyon nincsenek összerakva ez a csapat, ez a Real Madrid csapat. Amúgy egyáltalán nincsen. Vagy de, hát lehet azt is mondani, hogy mindenki védekezik ellene, meg mit tudom én. De egy ilyen csapat ellen mit is kéne csinálni a valakinek, nem tudom. Erre rúgnak egy gól, de hát az első meccsen is ugye. Első meccsen se sikerült ugye nyerniük a Mallorca ellen. Ez az a csapat, amivel játszottam a három darab VL meccset. Ez egy ilyen random csapat, bár mondjuk ez is hát majdnem hogy a legjobbak. Tudnák építeni körülbelül 56 darab random csapatot, ami nagyon jó. Hát ugye ezt csináltam úgy a főcsapatnak, bár mondjuk itt is Haaland például a padon van. Ugye nem nagyon van főcsapatom. Sok mindenről nincs miről beszélni szerintem a Forma 1-el kapcsolatban, mert nem történt semmi. Nagyon. És meg kell nagyon jó szerintem. Nekem az egy, nekem a kedvencem. Sziasztok, 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 sziasztok. Cold Palmer, cold, nagyon hideg srácok, nagyon, ma is Chelsea meccs alatt egész végig fáztam a mai Chelsea meccs alatt végig fáztam, már kabátot kellett felvenni. Mi ez a pack, hogy építgetünk random csapatokon? Mit szóltok hozzá? Meg tudom nagyon jól igen, hogy a mai, az mi? Az várjál. Az mi? Peli, 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 peli. Duplicate best. Ma is 7-ig vagyok, szerintem ma 8-ig. Megpróbálom 8-ig lenni ma. Streambe is laggolt a gameplay? Meg amikor gameplayt játszunk streambe, akkor az is laggol? Azt nem tudom, hogy miért csinálja. Mert ha megnézitek a mai YouTube videót, akkor a gameplay az ilyen 20 FPS volt. És azzal nem tudtam semmit csinálni, mert az a streamből volt olyan. Nem nagyon tudod, hogy az másra költeni, csak random dolgokra. De abból abból a 300 ezer coinos packből, az meg Benzema lesz, nem? Nem. Ne. Azt hittem, hogy duplicate Cantonát fogok nyitni. Szóval abból a 300 ezer coinos packben volt sehol sem. Azt az izé, Joao Félix meg már a Chelsea-ben magolt rúgott például. Mi meg ott szenvedünk a... Oh! Snyder, hello! Még ott szenvedgetünk az izé, a regisztrációk. Azt mondjuk egy elég extra pack. Szeretnének ezek a csapatokat több, még több játékos nézegetni a transfer marketen? Nem tudom. 98-as Musiala? Duplicate? Hello? Igen, igen, pontosan a Carver. Ugye a Barcelona megnyeri az első kettő meccset, utána meg a... Nyilván ma Girona, Atletico Madrid is lesz még. Nem gondoltam volna, hogy... Az Atletico Madridnak meg a Real Madridnak szenvedős lesz a kezdet. Mint nekünk. De nem is akarok semmit mondani, hogy hú, most a Barcelona meg fogja nyerni a bajnokságot, hú. Nem.
az ilyen Aston Villákkal, meg majd a mit tudom én milyen csapatokkal azért. Úgyhogy a City ellen láttuk igen azt, hogy mi volt akkor, amikor egy jó csapat ellen játszanak. Jó legyen. Szerintem. Mert a Barcelona az egyik olyan csapat a sor, több közül. Pelé. Yes! Hú, a 86 darab Szokrates után megérkezünk, srácok. Ott van a Pelé. Yes! De ha ma játszik szélőt, akkor is a Barcelona lesz az első. Meg... Hát ki tudja, hogy... Nem fogunk kapni Ronaldót egyből Pelé után. Ki tudja, hogy szöldöt rúgja, hát szöldötnek rúgnia kellene kettő gólt, vagy mennyi? Hát Rokét se kezdőnek igazoltuk. Meg hát ugye sokan jönnek fel ugye a Barcelona Akadémiából, most is ott van a Pau Viktor például, aki valamiért egyből a Roke fölé lépett. Valahogy, valamilyen. Na itt a 84-es goldokból hogyan farmolok ilyen sokat? Hogyha elfogy neked, akkor csinálj egy-kettő exchange-et. Ugye 84x10-eket, meg 85x10-eket, azt egy pár valamit beleraksz exchange-ekbe. Random. Neymar, Ronaldo, Rolfo, Hansen. Zaha. Hát az még mindig egy olyan lap, aki már egyszer megvan nekünk, úgyhogy akár csinolába mehet. Felvenni külön YouTube, vagy streamen kívüli videókat néha ugyebár, úgyhogy nyugodtan nyomhatja a YouTube algoritmus a dolgokat. Az pedig lehetne egy Ronaldinho például. Helyettem, meg persze nyilván jön egy suker. Hogy ne jönne suker? Hát az nem jó. Focis kártyákat. Meg még nézegetni is így Castro, meg ilyen nagyobb streamerek, meg contentgyártók így nyitogatnak általában. Várjál, az meg egy Roberto Carlos, meg megint egy Grace of the Game ikon. Back to back Grace of the Game. Mi a back to back suker? Srácok, hogy a back to back suker jön, akkor nem tudom mit csinálni. Zico? Az is duplikét. Semmi probléma, srácok. Semmi probléma. Majd egyszer csak beadja itt nekünk a... Jól jött az FPL-nek. Legalább. Az megint a... Megint a Bernardo Silva. Ajjajjaj. Jövő ilyenkor 10k feliratkozó lesz? Srácok. Én nyomom a contentet 1000-rel. Még erre a FIFA-ra is, vagy IFC-re. Meg nyilván szeptember 20-ától nyomjuk ezerrel a következőt is. 2-0 a poolnak is, kirúgtam meg, ki asszisztolta. Ha le tudod írni. Az mi? Ja, az csak egy kantón. Milyen gólt rúgott az Enric? Futtunk. Nagyon-nagyon hamar. Sok koinja lehet az embernek. Az meg egy rossz pack. Van Robloxom. Eladható be, ezt mennyibe kerül? Az a Valverde, 97-es. Gyönyörű. Nem játszottam a Robloxsal soha, de... I lose. Majdnem gól lett megint? Vagy mit érted? Meddig lesz ma stream? Ginolát. Meg majdnem minden nap meg tudnánk csinálni egy SBC-t ilyen nagyobban. Mert ma is már megcsináltuk körülbelül majdnem a felét a Ginolának, azt még most kezdtük el. Ilyeneket nem láttam egyet sem abból a Ikon pikkekből. Az pedig valami ikon. Futíz ikon.
Cseh. Duplikét Peter Petrček. Úgyhogy élőben tapasztalta Cold Palmert. Cold Palmer, Cold. Az meg mondjuk egy elég jó kis pack. Így random, mit tudom én, olyanok, akik még ugye nincsenek meg, nem nagyon szeretnek jönni. Az megint egy izé, Snyder. Miért ma? Mindig többet várok tőlük. Már mondjuk igaz, hogy a csapatok igazából beülnek védekezni ellenük, bár mondjuk más nem hiszem, hogy tudnának. Más szerintem nem is lehetne csinálni ellenük, csak beülni védekezni. Mert ha nem ülnek be védekezni a csapatok, és valahogy nem tartják ki nullára a meccset, akkor van a baj. Van ott rasztaj, meg ilyen, mit tudom én. Nem tudom. Sose voltam olyan nagy rajongója ennek a hajnak, de látom igazából azt, hogy miért szeretik az emberek. Krepjú. Hát nem tudom. Igazából kinek mi? Ronaldo. Két brazilt nyitunk a mai nap. Ja, hogy ő még mindig 2,6 millió coin, gratulálok. Gyönyörű. Van még mindig. Ma sikerült kettőt levadászni, és ott van a következő, mert ott a Ronaldinho. Srácok, ott van a Ronaldinho is. Vagy duplikét Ronaldot, hogy nyitunk, nem tudom, mi csinálok. Ja, Hernández. Figyeljetek meg, hogy most fogunk nyitni valami olyat, ami jó, és ki fogjuk nyitni még egyszer. Azt a méz nevezetű játékot. És azt mondtam, hogy az lehetne az első olyan játékunk, amit feltöltünk akár YouTube-ra az új játékvégigjátszós csatornánkra. És nem tudjuk. Nem azért nem tudjuk, mert nem szeretném. Hanem azért nem tudjuk feltölteni YouTube-ra, mert a Vodon nem volt hang. Nem kapcsoltuk be, hogy legyen a Vodon hang. Ezt a 1085x10-es videót, abban benne lett volna Pelé. A Ronaldo nem lett volna benne, mert az 84x10-ből jött, ha jól emlékszik. De Pelé benne lett volna. Amúgy ez nem rossz ötlet. Mert szeretik az emberek ezeket a 11 darab, meg ilyen-olyan kihívás videókat. Egy darab futiz, várjál, mindjárt folytatom. Még egy Neymar, Brazil Neymar, és akkor teljesen Brazil. Nem, bombasszó. Szóval az volt a lényege a videónknak igazából, hogy mert tényleg olyan nagyon sok mindent ebben a játékban jelenleg nem nagyon lehet csinálni. Ezeken a pekeken kívül. Az pedig Brazillal zárjuk a mai streamen? Brazillal zárjuk a mai streamet, srácok, csak nem Neymarra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, hogyha így van, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb, legyetek jók, sziasztok!